A Sushi Go brand, amely a klasszikus kis kártyajátékkal kezdődött, egy klasszikus draft játék. A játékos a ködében levesz egy lapot, továbbad, levesz egyet, továbbad, és egyszerű grafikáival, megható kis családi hangulatával sokak szívébe lopta be magát, és nagyon örülök, hogy megjelent magyarul is a Sushi Go Party, amely, hát ha van kibővítés, akkor ez a nagyobb, hosszabb, vágatlanabb, rengeteg izgalmas menü lehetőséggel, ahol a játékosok összepakolgathatják maguknak, hogy pontosan mit szeretnének, meg hogy szeretnének, és számomra bizonyos szempontból csúcsra ért, és amikor jött a hír, hogy a Sushi Roll című játék mindez dobókocka változatban fogja megoldani, nagyon kíváncsi lettem. Az egyik kedvenc szerzőm Phil Walker Harding, aki eddig számomra még nem nagyon tudott hibázni, úgyhogy nagy-nagy izgalommal csaptunk bele ebbe a japán vacsorába. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Először gyorsan fussunk át a szabályokon, pontosan mit is csinálnak a játékosok ebben a kockadobálós játékban, utána pedig elmondom pár gondolatomat erről a társasjátékról. Lássuk! Így néz ki a Sushi Roll című társasjáték, a négy játékosra készítem elő. Mindegyik játékos kap egy pici kis segédletet, amire egyébként a dobókockáját is gyűjti, hogy pontosan mit kap a játék elején, milyen dobókockák vannak a játékban, és azoknak milyen dobható oldalaik. Ez igazából egy pici segédlet, és hogy a játék végén mi az, ami pontot érhet, és erre a felső része gyűjtik majd a játékosok a dobókockákat. Mindegyik játékos kap egy pici kis, ilyen kis szalagot, amin a Running Sushi megy. Ebből az egyik, az piros színű, ennek mindenképpen játszani kell, ez a kezdőjátékos jelölője, ez a piros keretes kis szalag. És minden játékos kap két evőpálcikát és három ilyen étlapot. És négy játékos esetén mindegyik játékos hat dobókockával játszik, amit egy húzózsákból húzunk ki a játék elején. Ilyen játékos szám esetén még marad egy-kettő dobókocka, és ez is igazából az újrajátszhatóságot segítő, milyen dobókocka színek kerülnek ki. A játék úgy néz ki, hogy minden játékos dob ezzel a hat dobókockával, utána miután mindegyik játékos dobott, a kezdőjátékos, és vele kezdve mindegyik játékos levesz egy dobókockát a saját kis mezőjére, amit majd a forduló végén szeretne majd lepontozni, de most először is dobunk mindegyik dobókockával. Fontos megvizsgálni, hogy milyen alkatrészek, milyen pontokat adnak a játék végén. Az egyik legegyszerűbb az a fehér színű dobókocka. Ezen van két egy pontot adó, három két pontot adó és egy darab három pontot adó oldal. Akkor van egy forduló végén többséget pontozó kis makitekercs oldal, ahol egy, kettő, illetve három oldalas makitekercs oldalak vannak, aki nem kockából, hanem az ilyen kis makitekercsből legtöbbet gyűjtött a forduló végén, 6 pontot kap, a második helyezett 3-at, a többiek viszont semmit. Van a kék oldal, vagy a kék dobókocka, ahol szetteket gyűjtögethetnek a játékosok, hogyha ezzel a kedves, mosolygós sárga alakzatból, sajnos nem vagyok nagyon otthon a japán konyhában, úgyhogy a természetechnikusokat kérlek, engedjétek el nekem, 2, 4, illetve 8 pontot kaphat a megfelelő oldalgyűjtésért, 1, 5, 10-et, hogyha ilyen gyűjt a játékos. Ez egyik legizgalmasabb, ez a zöld forma, aki, hogyha egy gyűjtött belőle a játékos 0, ha kettőt, akkor 3-at, akkor viszont 13 pontot ad. Akkor izgalmas, ami ismerős lett a klasszikus Sushi Go játékból, a következő nigirit pontozó, azt hiszem, hogy wasabi, ezen kívül ezzel a dobókockával gyűjthet étlapot, illetve evőpálcikát a játékos, és a játék végén pontozódik ezek a kis desszertek, ami volt, hogyha a játék végén a legtöbbet gyűjtött játékos, akkor 6 pontot kap, igen, nem, de hogyha legkevesebbet, akkor mínusz 6 pontot, két játékos esetén nincs ez a mínusz 6 pont egyébként a játék végén. Ezeket az oldalakat dobhatják ki a dobókockában a játékosok, és a kezdőjátékostól kezdve egyesével jönnek a játékosok. Ennek azért van nagyon fontos játéktechnika jelentősége, mert hogy az evőpálcikát arra használhatja egy játékos, hogy kicserél egy kidobott kockát egy másik játékos kidobott kockájával. Tehát például rögtön a kezdőjátékos mondhatja azt, hogy jó, számomra nagyon fontos, beadom ezt a dobókockát, beadom ezt a evőpálcikát a közös készletbe, és ennek a játékosnak ezt a dobókockát én nagyon szeretném, rögtön a pályára tesz, és ezért cserébe ad neki egy másik dobókockát. Jön a következő játékos azt mondja, hogy jó, nekem ezen kockák közül én most nem szeretnék cserélni semmit, én elkezdek ilyen szettet gyűjteni, ez a játékos azt mondja, hogy jó, én szeretnék begyűjteni még két étlapot. Az étlap egyébként arra jó, hogyha egy játékosnak nem tetszének a kidobott kocka oldalak, akkor újra dobhatja az egészet. Tegyük fel, hogy ez a játékos a soron következő azt mondja, hogy jó, én beadok egy étlapot, újra dobom a dobókockákat, és már számomra sokkal izgalmasabb ezek a kidobott oldalak. Én például azt mondom, hogy jó, én is el szeretnék kezdeni ebben a bizniszben beszélni. Ez azért nagyon fontos információ, mert az nyílt, hogy milyen színű dobókockák lehetnek még egyáltalán, de hogy azokkal ezeket az oldalakat kisikről dobni, az más kérdés. Miután mindegyik játékos levette kockát, ezek a kis kockatároló kis sinecskék
szépen vándorolnak, mindegyik játékos a balra lévő szomszédjának átadja őket, ezután mindegyik játékos újra dob ezekkel a kockákkal, és az új kezdőjátékostól kezdve mindegyik játékos levesz egy dobókockát, ez a játékos azt mondja, hogy a játék végére szeretnék befektetést hozni. Abban az esetben, hogyha valaki ilyen kis játékvégi desszertet venne el, akkor rögtön megkapja azt az értéket, ugyanis ezt nem a forduló végén, hanem a játék végén pontozzuk ki. Jön a következő játékos ennek fényében, hogy ez a játékos elkezdte ezt gyűjteni, azt mondja, hogy jó, ő is beszáll a buliba, és ő is rögtön kap egy ilyen kis jelölőt, hogy ő is beszállt ebbe a gyűjtésbe. Jön a következő azt mondja, hogy ezt a három pontot fixen mindenképpen el szeretném vinni. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, hát ez egy borzasztó dobás, hogy mindenképpen szeretne valami újat dobni ezen dobókockák segítségével. Mondjuk azt mondja a játékos, jó, én szeretnék egy ilyen kis faszabi kockát letenni, bízva abban, hogy a következő fehér az majd jó eredménnyel jön majd számomra. Ismét vándorolnak ezek a dobókockák, és a kis sushi roll szépen megy. Mindegyik játékos újra dob. Ez lett az új dobás, a kezdőjátékosunk azt mondja, hogy ő szeretne újra dobni, erre rengeteg lehetősége van. Ez egyáltalán nem tetszik neki. Ez sem igazán jó, inkább úgy dönt, hogy egy másik játékosnak a dobókockáját szeretné elvenni, ez a játékos ezt leveszi és ad cserébe egy másikat. Jön a következő játékos egy újabb szedgyűjtésbe kezd. Ez a játékos azt mondja, hogy de jó lett volna ezt megszereznem. Igen ám, csak itt a körsorrend nagyon fontos, és nagyon örült volna a wasabira, hogy felteheti ezt a háromszorozót, mert a következő nigirit megháromszorozza a wasabi. Úgyhogy inkább azt mondja, hogy jó, ez az evőpálcika beadásával ez a játékos ez elcseni ezt, és ad helyette egy másik dobókockát. Jön a következő játékos azt mondja, hogy jó, ő szépen halad ezzel a kis szedgyűjtéssel, vándorolnak a dobókockák, mindegyik játékos újra dob. A kezdőjátékosunk szeretne szettet erősíteni, mert ezekből szép kis pontjai származhatnak. Ez a játékos kiszúrta, hogy másnak nem nagyon van még makitekercse, úgyhogy ő elkezd makitekercset gyűjteni. Ez a játékos újra szeretné dobni a kockáit, mert úgy érzi, hogy meglehetősen silány dobás, és a dobásnak köszönhetően ő is jobb kondíciókkal szállhat bele ezzel a forduló végi kis pontozóba. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, ő szeretné ezt a két pontot eltenni, mindegyik játékos levette egy kockát, vándorolnak a kockák, mindegyik játékos újra dob, újra mindegyik játékos levesz egy kockát, újra vándorolnak a futószalagok, és az utolsó kockát még kidobják a játékosok. Kezdőjátékosunk dönthet úgy, hogy újra dob, de ez a dobókockával sok értelme nincs, ez leveszi, ezt a játékos ezt veszi le, ő ezt, ő pedig ezt. Ezután a játékosok megszámolják, hogy a forduló végén ki hány pontot gyűjtött. Ez a játékos a kettes szettet gyűjtött össze a gőzgombócból, ami 4 pont, úgy néz ki, hogy 6 pontot kap a makitekercsek miatt, az 10, és ezzel a 10 ponttal fejezte be ez a játékos ezt a fordulót. A következő játékos nem nagyon ment rá ebben a fordulóban a pontokra, összesen 5 pontot ír, viszont nagyon jó kis befektetést csinált a játék végére ezekkel a kis pudingokkal. Ez a játék végén lehető kifizetődő lesz számára, megkapta az 5 pontot. Ez a játékos 10 pontot kap csak a tempurák miatt. Ez sajnos 0 pontot ér, ez pedig 3, tehát 13 ponttal lett beljebb ez a játékos a győzelemhez. Ennek a játékosnak sikerült a wasabira tett nigirivel 6 pontot gyűjteni, emellé még kap 3 pontot, mert ő lett a második, tehát ez összesen 9, ez 0 pont, ez meg még 2, tehát 11 pontot gyűjtött ez a játékos. Ezután a dobókockák mindegyike visszakerül a zsákba, és indul a következő forduló. A harmadik forduló végeztével a 3 fordulót megszerzett győzelmi pontokhoz a játékosok hozzáadják a pudingok az étkezés végeztével begyűjtött pontjaikat, ez maximum 6 lehet, a legkevesebb játékosnak mínusz 6, és ehhez még hozzáadják a játék végén az esetleg náluk maradt evőpálcikákat és menüket, kettesével 1 pontot érnek, és így aki a legtöbb pontot gyűjtötte, ő nyeri meg a Sushi Roll című játékot. Ez a játék gyors summája lényege. Szép nagy papírdoboz. Meglepődtem, hogy papírdoboz, ez bizonyos szempontból rímel a Tiltott sorozatra, ott is a Tiltott sziget, Tiltott sivatag után, a Tiltott fellegek papírdobozban érkezett meg, ugyanúgy a Game Right kiadónak a sorozata. Ott egy kooperatív játékról van szó, itt pedig ilyen vacsorázós, japán kulináris élményekben elmélyülős társasjátékról van szó, és szeretem, amikor a kiadó egy picit kommunikál számomra. Szimpatikus, hogy a játékszabály végén ott van, hogy szeretitek a sushit, szeretitek a dobókockás játékokat,
Tadá, elkészült a sushi roll. Phil Walker Horning, ő nagyon jól érzi a családi játékokat. Azt, amikor játékhozban, játékos számban, interakcióban, hogy tudunk játszani egymással. Ő alapvetően nagyon szimmetrikus játékokat csinál. Egy csomó játékában érezhet, hogy a játékosok szépen egymás mellett haladgatnak. Itt ennél sokkal nagyobb a csipkelődést, sokkal nagyobb csipkelődést éreztem. Konkrétan el tudok venni a másik elől dobókockát. De izgalmas ajánlat. Nagyon sokat számít, hogy milyen sorrendben jövünk, kimondom, ez egy nagyon ügyes variánsa a sushi világnak. A sushi go, illetve a sushi go party hagyja azt a szimultán, mit hagyok a másiknak, de alapvetően nem nagyon kotnyeleskedek bele a másik dolgába, és ennél a játéknál nagyon ügyesen megcsavarták az alapmechanizmus, a díszlet hasonló, de a dobókockák érkezésével, illetve a sorrendiség bevezetésével egy más játékról van szó. Nekem komoly félelmem volt, hogy bőrlehúzás, rágódunk ezen a csonton, ha már megy a brand, akkor futtassuk meg, és legyen még, és akkor legyen ilyen, de nem, minden egyes félelmemet eloszlatta ez a játék, alapvetően más játékként kezelem, más játékélményt, más döntéseket kér, dacára annak, hogy nagyon sok a rímelő ismerős motívum. Egy csomószor beszélünk játéksorozatokról, és nagyjából annyira hasonlítanak ezek a részek egymáshoz, mint a tiltott sorozat részei. Ott ugye a műfajunk a kooperativitás, és az, hogy megpróbálunk valami kis kiútat találni a rengeteg veszedelemből, itt a kis pont habzsolás, a kis pont gyűjtögetésről van szó. Valószínűség számítás, dobókockák. Hogyha van okos kockajáték, ahol látom a kocka oldalakat, és komolyan kér a játékos, számoljak utána, milyen lehetőséggel, minek örüljek, mit kockáztassak, mit ne kockáztassak, mire ugorjak rá hirtelen, nagyon sokat bíz a játékosra. Egy okos családi játékról van szó. Azt mondja a játék doboz, hogy 8 éves kortól, akár én felnőttekkel is nagyon szeretem ezt a játékot, mert nagyon sokszor utána tudok számolni. Tőle veszek el, neki adok, mert utána majd szépen visszajön hozzám, ő lesz a kezdőjátékos, minden körben újra dobunk. Bevállaljam-e, mert nagyon jó kis set gyűjtögetések vannak. Igen, hogyha 3 dobókockát és nagyjából 3 forduló alatt szépen kiegyenlítődik a szerencse. De okos kockajátékról van szó. Egy csomószor kockajáték, szerencsejáték. Igen, van benne, valószínűség számolunk. Egy csomószor, nem jött be. Viszont az evőpálcikákkal, meg az étlappal, az újradobási lehetőséggel nagyon izgalmas kis helyzetek tudnak lenni, és mindezt 30, maximum 40 percben hozza a játék. Azt mondja, hogy 20 perces, hogyha ismétlik a szabályokat, akkor 5-en akár, én még fél óra után nem sikerült leszólítanom, de tényleg nagyon szépen működik, és nagyon nem mindegy, ki a kezdőjátékos. Mivel számoljak, mivel ne számoljak. Az alkatrész minőség jó, elsősorban a kockákon érzem azt a kiadói teljesítményt, hogy tényleg egy zsák, chunky kocka, fantasztikus érzés velük dobni, színesek, szép az asztalkép, jó. A többi olyan token hatású, úgyhogy számomra egy szép bővítés ennek a családnak. De én még mindig ennek a brandnek a csúcsát, a Sushi Go Partyt érzem. Hogyha nekem Sushi Go-zhatnékon van, akkor valamiért ezt a Sushi Go Partyt szeretem pláne 4-5-6 játékossal. Mert hatalmas nagy a változatossága. Ott rám bízza a játék, hogy miként alakítom. Itt az újrajátszhatóság egy picit minden játékban nagyon hasonló kockakészlettel dolgozunk, úgyhogy újrajátszhatóság szempontjából számomra a Sushi Go Party még mindig bőven verhetetlen, és a brandnek a csúcsa. Ez egy nagyon ügyes marjás, hogyha jobban szeretsz kockadobálni, és jobban szereted a dobok kockával, és nem tudom, hogy mi lesz bizsergést, akkor utánozhatatlan ez a játék. Tehát az a vállalás, amit tesz, a szépen teljesíti, viszont számomra a Sushi Go brand még mindig a partival csúcsosodik ki. Cuki grafikájával, egyszerű és könnyen tanítható játékmenetével természetesen ez is sokak kedvence lehet, és nagyon sokan szeretnek kockát dobálni, és szerintem a kiadó ügyesen érzi, hogy csináljunk kockadobálós modern társas játékokat, és számomra a Sushiról bőven teljesíti minden elvárásomat, amit egy családi játék felé támasztok. Nagyon szépen köszönöm a Reflexshopnak, hogy bemutathattam nektek ezt a játékot. Bízom benne, hogy tetszett ez a bemutató, hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze jusson ez a tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó kockadobálást és jó játékot. Sziasztok!